Szervusztok! Beköszöntött az ősz viharosan. A klímaváltozás jegyébe mutatja is rendesen, ahogy látom az osztrákoknál már leesett az első hó. Tehát az osztrák-magyar királyi-császári territóriumok alatt a klímaváltozás most hatályon kívül van helyezve. Persze ettől még a Száhel-övezet állítólag úszik. Níluson emberemlékezet óta nem látott áradások vannak. Nem tudom, nem voltam ott. Lehet, hogy az etióp gátépítés is egy kicsit megakad most, olyan, amilyen múltkor beszéltem erről, hogy ott is egy ilyen háborús övezet alakul, és nem csak a Líbiában kialakult helyzet miatt. A Libanon az meg egy másik kérdés, ott sincs béke, nyugalom. Na, miről is beszéljünk ma? Sok mindenről lehetne. Mondjuk egy halogató hadműveletről, most ezt gyakorolják a Magyar Honvédségnél, amely egyre csak fejleszt, milliárdokat tolnak be a seregbe, persze nyik szó nem hangzik el róla igazából a politika szintjén, hogy ez most miért van, vagy miért nincs, vagy korábban miért nem fejlesztették, nem is volt ellenség, most meg hirtelen van, NATO-sok vagyunk, de igazából nem, vagy mégis. Múltkor beszéltem róla, hogy a rendőröket is terelik át szépen a honvédség területére, az egy másik kategória. Egészen más terület. Persze, hogyha rabbi vezeti őket is, akkor mondhatnám, hogy mindegy. De ez majd a végén úgyis kiderül, hogy ki nevet a végén. Na, a halogató hadműveletek folytatódnak itt a világon mindenhol. Úgy háborúznak, hogy ez mondjuk az átlagnak ne tűnjön föl, de szerintem azért már a Covid vírus kapcsán sok mindenkinek föltűnt. Nem is akarom én ezt nagyon ragozni, mert még beszélünk róla eleget. Fél évvel ezelőtt is azt mondtam, hogy a bevezető fázis után megváltozik a világ, és úgy is lesz, ahogy látjátok, egyre keményedik, egyre szigorodik, egyre inkább jön a fenyegetettség érzése, a félelem, a másfél méteres távolság, nem tudom, hogy mit jelent ez igazából. Közben szuperkupát tartanak Judapesten, mert az szabad, ott semmi gond igazából. A gazdaság úgy működik, hogy nem működik. Áder, Janika, Jancsika is valami hatalmas kríziseket emleget itt. Háztűz, víz nézőben, élelmiszer, olajválságról, illetve az olajipar teljes átalakulásáról beszélnek. Ugye a MOL vezér, akit az Interpol is sokáig körözött, de nem akarták megtalálni. És még mindig MOL vezér. Aztán látom, hogy a Vizer szerződést kötött a Honvédséggel, illetve a Honvédség a Vizerrel, pilótaképzésben, nem tudom ezután majd mi lesz. 9-11 is állítólag így kezdődött. Na mindegy, aki olvasgat egy kicsit a neten, az látja, hogy gyakorlatilag a beígért háború az zajlik, az emberi fejekben is, családokban. Most a koronavírus maszkviselés, meg az egyéb hülyeségek kapcsán szépen szétosztódnak a családok, már nem Fidesz, MSZP a választóvíz, vagy pláne nem a Jobbik a választóvíz, hanem viselsz-e maszkot, meg elhiszed ezt a baromságot, meg akarsz-e majd kényszeroltást, vagy nem. De az élet ettől még zajlik. Illetve, bocsánat, annyira nem mindenkinek zajlik. Múltkor elfelejtettem említeni, pedig terveztem, hogy tudtok-e róla, de Tejfalusi András eltávozott köreinkből. Én olyan másfél hónapja beszéltem vele személyesen telefonon, illetve ő hívott, és akkor jelezte már, hogy valami betegséget diagnosztizáltak nála bent a kórházba. Ő azt említette, hogy lényegében a kórházba tettek bele valamit, mert hát azért kór a házba. Na, és úgy látszik, hogy a kór legyőzte. Lehet, hogy így van, lehet, hogy nem. Nem tudom, nem cáfolták a hírt, a honlapon
lett kivesézve lényegében. Ha nem igaz a hír, akkor ez azt jelenti, hogy az András még 100 évig él. Úgyhogy Isten éltesse sokáig. Ha igaz a hír, akkor azt szeretném veletek tudatni, hogy ő arra kért, hogy vigyem tovább azt, amit ő elkezdett, és hirdessem a tiszta sót, nátriumkloridot, a káliummentes tiszta sót, amit egyébként már teszünk már 10 éve gyakorlatilag. A másik eset, ami szíven ütött, az is a hetekben történt, illetve a múlt héten értesültem róla, hogy egy közelismerősünk, velem korabeli férfi munkaközben ott maradt a tetőn, tetőfedéssel foglalkozott, többek között fiával dolgozott, rosszul lett, és a tetőről már nem tudott lejönni. Nem tudunk semmiféle olyan koronavírusos állapotáról, ami ezt okozhatta volna. A magas vérnyomás az diagnosztizálva volt, az aklatott életmód, vállalkozásban csinálta, amit csinált, és a többi, és a többi. Na, a lényeg az, hogy senkinek nincs életbiztosítása. Ehhez még nagyon magyar nemzetinek, meg gondolkodónak sem kell lenni. Sőt, elárulom, még koronavírus se kell kapni. Mert azt ugye nem kaphatod meg a koronavírust, azt adják. Azért az legyetek vele tisztában, hogy egyre inkább nyilvánvaló, hogy a koronavírus az nem úgy terjed emberről emberre, hanem úgy terjed, hogy ha akarják, hogy terjedjen, akkor megmérgeznek vele. Legyen ez a példa mondjuk a most Oroszországban kirobbant mérgezéses ügy, ez a Navalnyos valami, amiből ilyen nemzetközi botrányt próbáltak kreálni. Szerintem befulladtak vele a CIA, befulladt vele. Navalnyi él, nem novicsokkal mérgezték, illetve lehet, hogy azzal mérgezték, de hát ki tudja, vagy önmagát mérgezte, vagy nem tudom, vagy koronavírus volt az is. Ma már ezt nem lehet tudni. Na, aki nem veszi észre mondjuk ezeket az anomáliákat, hogy gyakorlatilag most már nem is tagadják, napokban küldött egy fontos információt az egyik olvasó Németországból, egy német gazdasági mértéktartó lapnak, lehet, hogy mértéket is ad, nem tudom, a cikkét citálva, amely arról szólt, hogy ez a koronavírus, ez valójában ilyen gazdasági vírus, tehát az egész gazdaság átállítása zajlik mögötte. Meg vagyok lepődve, nem? Hanem erről pofázok a legelső pillanattól kezdve, hogy ez nem egy biológiai fegyver, biológiai organizmus, mert ugye a vírus eleve nem az, ha van, akkor sem, hanem ez gyakorlatilag annak az előkészített változásnak, New Deal-nek, új elosztásnak a programja, ami alatt a katonai diktatúrát be tudják vezetni, és lehet tesztelni, söprögetni, tisztítani, gazdaságot átállítani, dollártól megszabadulni, akár az olajtól is megszabadulni bizonyos értelemben, hogy tudjátok, hogy az olajbiznisz az a gyógyszeriparral teljesen mértékben átfedésben van. Egy és ugyanaz lényegében. Úgyhogy az olajdollártól, a petrodollártól való megszabadulás is erre van ráhúzva. És minél érdekes, hogy a forint most már valami 160 vagy 360 forint egy euró környéke. Ha jól emlékszem, annak idején még a új alkotmányozó parlamenti üléseken hangzott el ilyen, de ez lehet, hogy le van írva, majd utána kell néznem, de az emlékezetemben benne van, hogy volt valamilyen kitétel is, hogyha 350 forint fölé megy az euró, akkor itt izé van, itt gazdasági csőr, tehát itt váltani kell, akkor redőny lehúzva is kész. Na, hát most már 360 forint az euró, úgyhogy redőny le van húzva lényegében, ha igaz, de majd utána nézek, de mostanában nem nagyon van kedvem, sem érkezésem a régi anyagokkal foglalkozni, de sok minden benne van még a kobakomban. Na, és miközben Magyarország ilyen szarul teljesít, ugye épülünk ezerrel, építőipar működik, épül az ország, utak, bár nem tudom, múltkor mentem az M3-ason,
és nekem nagyon úgy tűnt, hogy az egészet úgy föl lehetne robbantani, aztán újra csinálni. Az M3 az egészet úgy, ahogy vált, az M1-eset is tolják, fogják. Közben ugye a németek elkezdték jogosan fikázni ezt, hogy mire mi mennyi pénz megy el, lopnak, csalnak, hazudnak Viktorék. Viktorék kísérő, Viktorék válasza az volt, hogy hát nem jobban nagyobb a korrupció Magyarországon, már új Izraelben, mint mondjuk osztrákoknál, vagy a németeknél. Ezt képest úgy tudom, hogy a Blomberg az most pluszosra minősítette Magyarországnak a adósság besorolását. Milyen izgalmas, nem? Koronavírus tombol, gazdaság leáll, közben mégse, működik, mert működik. Olajválság, de közben mégse. Kiderül, hogy mit tudom, utolsó számítások szerint, amióta rezsicsökkentéses, vagy annak nevezett ilyen kormányzati kedélyjavítónak mondott intézkedések zajlanak, azóta egyre többet kaszál a úgynevezett kormány ezen. A lakosság persze ettől nem él jobban, de lehet, hogy rosszabbul se, nem tudom azért. Végül is 1500 forint egy kiló almáért, hát nem tudom, ki keres itt 1500 forintot, mondjuk órabért, úgy közületek. Na, úgyhogy izgalmas egy korszak, de még már 100 forintért is lehetett krumplit kapni, még mindig. Pedig igazából 100 forintért már nyalókát se kapsz, semmi. Na, érdekes ez az egész jelenségvilág, ami zajlik. Bering szorosban amerikai, NATO-s, norvég közös hajóhad nyomult be szépen, fölmérni ott a lehetőségeket, legalábbis eljátszanak ezzel. Közös orosz, belorusz, kazakh, kínai, pakisztán, indiai, mindenféle hadgyakorlat zajlik. Közben ukránoknál is hadgyakorolnak a béke jegyében. Most éppen lezúgott egy ilyen desszantszállító vertoplán, ha jól emlékszem, így nevezik azokat a repülőgépeket. Ami kicsit olyan helikopter, most véletlenül lezuhant egy, persze talán nem véletlen. Szerbeknél is egy gyakorló repülőgép a földön maradt. Aztán véletlenül lelőttek egy orosz vadászbombázót is a gyakorlat alatt, ha jól olvastam. De mindegy, ezek nem menjünk a részletekbe, annyira nem is érdekel, ez csak gyorsan átfutom a híreket, hogy mi zajlik. Tehát úgy béke időszak van, de közben hullanak a madarak is. Itt azért megjegyzem, hogy nem csak madarak vannak, ott azért pilóták is, és szállítmány is, emberállomány is azért tűnik el. És ez az, amiről írnak. Aztán amiről nem írnak, az lehet, hogy sokkal több, sokkal neccesebb vagy vészesebb. Na. De amiről szólni akartam még, ugye tudjátok, lesz találkozunk most Debrecenben. Hármashegy alja, Zsuzsi vonat megálló, ott van valami kis terület, szülinapot fogunk ünnepelni, koronavírus jegyében. Úgyhogy ezzel kapcsolatban jut eszembe, hogy múltkor jártam egy bizonyos helyen, és kiderült, hogy ott egy ilyen lovas tanyán, és kiderült, hogy ott nagyon szívesen várnának munkavállalókat. Hát, hogy két szemét emlegettek. Mindentől el van zárva, még az erőtér is, vagy a térerő joda veled van, az se volt ott veled, tehát ott telefonhívásokat is nehezebb kapni, bizonyos pontokon esetleg elcsíphető, mondjuk egy SMS erejéig, tehát teljesen nyugodt környezet, mindentől el van zárva, ha lehet így fogalmazni. 160 ezret mertek mondani, hogy annyit lehet havonta zsebre tenni, teljes szállás, aki ott munkát vállal, normális környezetbe, nem kell agyonra dolgozni magadat, de hát ott kell lenni, lovacskákkal kell foglalkozni többek között. Egy feltétel van, nem elvárás, hogy csikós legyen valaki, egy feltétel van, hogy azért ne féljen az állatoktól. Ja, van két kutya is. Jó, tehát ha valakit esetleg érdekel ez a lehetőség, Mátrában található, nyugalomra vágyik, kikapcsolódásra vágyik, meg esetleg normális közegre, ha lehet így még fogalmazni, akkor szóljon, meghúzhatja magát. Persze előnyt élvez az, aki nem alkoholista.
és mondjuk együttműködő. Meg nem árt, hogyha szeret mondjuk dolgozni, vagy legalábbis nem veti meg a munkát. Na, akkor ez az egyik. Pikkört ugye emlegettem, az volt a másik. A harmadik pedig, amiről most még szeretnék beszélni itt a nagy esemény horizont közepette, hogy régi bajunk, vagy problematikánk, hogy hol legyen egy olyan fix gyülekező pontunk, ahol bárki bármikor megtalálhat bennünket, és nem csak ilyen gyűlésszerűen, ilyen random véletlenszerűen, hanem tényleg tematikusan abban a vonatkozásban, hogy ha képződni akar, ha tanulni akar, ha gyógyulni akar, akkor egy ilyen bázis központon minden lehetőséget megtalálhat. Kerestünk ilyen helyet, a múltkor képbe is került egy komolyabbnak mondott szállás lehetőség. Nem tudom, nem is mondom, hogy hány milliárdba kerülne az a hely, és azt sem mondom, hogy a japán kormánytól kellene hozzá pénzt kalapolni, hogy ezt rendbe tegyük, mert a hely az egy dolog, hogy hány milliárd, a felújítás az megint nagyon sokba kerülne, nagyon sok munkába. Meg hát nem is tudnánk vele elszámolni, felétek meg pláne nem, főleg így, hogy garasokat kell összedobálni. De én tudom, hogy vannak, akik megtehetnék lazán egy kézmozdulattal, csak azok meg valahogy messze elkerülnek bennünket, azok még mindig hisznek a mesében, vagy pedig félnek. Na, van egy lehetőség, oda vezérelt engem a Tisza partjára, ahonnan gyakorlatilag a családom származik. Velem szembe jött egy lehetőség, most van ott egy ingatlan, amit meg lehetne szerezni teljesen legálisan, akár vállalkozási szempontból is, mert hogy ez egy nagy vállalkozás lenne, tesztelve központi hatalmat, hogy most mit akarnak velünk csinálni, vagy mit nem. Nagyon sok mindenre alkalmas, nem csak gyűléstartásra, hanem ott lakásra is. Adott esetben valakinek úgy lehetne segíteni, hogy átmeneti szállás biztosítva, és ott esetleg munka lehetőséget kialakítva, mert hogy vállalkozás keretében tudna működni, akár gyógyító centrum, továbbképző centrum, pszichoterápiás központ, de felőlem lőteret is be lehet, nagy pince van, tehát pincelőteret is be lehet rendezni, szövő, varró műhelyt, kifőzdét, tehát nagyon sok mindenre lenne alkalmas, csak szabadon kellene engedni a fantáziánkat, ami biztosítaná későbbiekben az önfenntartást is, meg egy ilyen támpontot jelentene, hogy bármikor elérhetőek legyünk. Ez azért érdekes kérdés, mert hogy ugye mondom már nektek ideje, hogy én is orientálódnék innen el. Zsúfolt már ez a Sziget-Szent Miklós nekünk. Ez nem azt jelenti, hogy holnap költözünk, de a terv az ott van már a fejünkben, és hát ugye szóba került, hát mi kerül szóba, a feleségem kiskörösi, oda nagyon nem óhajt visszamenni. Nekem ugye a szívem csücske mindig a Tisza volt, Tiszazug, Nagyrév, Cibakháza, hát ez pont ott Nagyrév átelemben, de mégis a szüleimnek az apai ága, azok pedig a tiszabögi oldalról származnak vala. Na mindegy, és most így képbe jött ez a történet. Annyi pénzbe kerülne, amennyi pénzzel én nem rendelkezem, meg szerintem egyenként ti se rendelkeztek vele, viszont elgondolkoztató lenne, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha belevágnánk egy ilyen közös vállalkozásba. Ennek a formáját nagyon jól át kell gondolni, már képbe van, mit tudom én, 4 hete, azóta rágódom én is, hogy hogy lehetne azt úgy megoldani, hogy ne civakodás, ne veszekedés, nem problémát okozzon maga a szituáció, vagy ha beférkőzik valaki közénk, akkor ne tudjon egyből szétcsapni valamilyen okkal, móddal. Megvan a jó szándék a másik oldalról is, megvan a szándék ugye a mi részünkről is, én óvatos vagyok, lehet, hogy túlzottan óvatos vagyok. Egyébként mostanában, akik így próbálnak megkeresni, meg összefogásra serkenteni, akkor azok tapasztalhatják is ezt, hogy nem megyek fejjel semmiféle falnak, mert már gyakorlatilag azt kell látni, hogy nincsen fal igazából. Majd beszélgethetünk róla, erről a kényszeroltásos történetről, a koronavírussal kapcsolatban, meg
gyakorlatilag mit gondolnak az emberek, és hogyan lehet majd esetleg polgárháborús helyzetet kirobbantva a magyar királyságos államreformba belevinni ezt az egész katyvaszt, amiben most vagyunk. Mert ugye a káoszból teremtődik a rend. Na de én nem szeretem annyira a káoszt, én szeretem átlátni a káoszt, csak ezt ugye pszichológiai síkon kell most egyelőre nekem valahogy ezt levezényelni, magamban elsősorban. Tehát van ez a lehetőség. Van ez a lehetőség. Nem 2 forintba kerül, nem kis területről van szó. Nagyon sok minden átgondolást igényel még vele kapcsolatban. De csak akkor látom értelmét belevágni, amikor van egy támogatás, egy háttértámogatás. Tehát én nem akarok hitelt fölvenni senkitől, meg nem akarok utána senkitől számon kérő, nem tudom mit, ilyen elvárásoknak megfelelni. Nyilvánvaló, ezt ti tudjátok már, akik régóta hallottok, megfigyeltek. Valamit viszont kezdeni kell magunkkal, mert hogy úgy néz ki, hogy meg kell combosodnunk. Tehát az összefogás az valahogy úgy működik, hogy létre kéne hozni, és nagyon sok irányból jöttek most ilyen elképzelések, hogy többen csatlakoznának, becsatlakoznának abba a vonalba, amit a P-kör vagy a Posta Imreség irányát jelez, csak ugye nincs hová, nincs bázis. Nem is törekedtünk igazából eddig nagyon arra, hogy legyen, mert a törekvés az mindig valahogy hanvába volt, mire valami körvonalazódott volna, addigra kiderült, hogy mindig kakukkül a fészekben. Én ugye sejtettem is, de most már nem akarok kakukkokat, meg kakuktojást se akarok. De, ha gyanús valami szeplős, azt lökjük ki a fészekből, még mielőtt ki kell. Na, tehát van ez a lehetőség. A harmadik, amiről szeretnék majd még majd későbbiekben is beszélni, az, hogy belekóstoltunk már ugye jó ideje néhányan itt ugye a csapatba, az építőiparba. És kialakult egy társaság, aki be tud vállalni építkezéseket, beépítéseket, burkolástól kezdve gyakorlatilag teljes kivitelezését bármilyen most így elképzelhető, nem is tudom, ingatlannak. Akár a nulláról is. Tehát ez se baj, hogyha tudjátok. Ezt csak azért mondom, mert terve van, hogy ha nagyon nincs mit csinálom, akkor leülök és akkor írok egy könyvet, csak a könyvet megírni, kiadni, aztán meg terjeszteni, az nem olyan vidám dolog, mint ahogy így gondoljátok. Nem beszélve arról, hogy nagyon sokan foglalkoznak már mindennel, én meg ennek nagyon örülök. Az egy más dolog, hogy én azért mindig egy kicsit másképp gondolom, mint ahogy a többiek merik gondolni, és ahogy látom, sajnos, vagy nem sajnos, de úgy nem gondolja ezt senki át, legalábbis az én látókörömbe, aki bekerült, ahogy én azt látom. Lehet, hogy nem ugyanazokkal a forrásokkal rendelkezünk, vagy nem ugyanúgy van összeállva benne az az algoritmus, ami esetleg kidobja majd a végeredményt. Na, úgyhogy erről is tudjatok, meg lehet keresni. Van némi bizalom ebben a körben nyilvánvaló, tehát azért merem ajánlani. Ez nem azt jelenti, hogy most azt gondolja mindenki, hogy akkor ilyen jótét lélekként majd ingyen mindenki rohangál itt a magyar nemzet érdekében, és ingyen megold mindenkinek mindenki mindent itt ebben a körben. Ez nem így van, csak azt gondoljátok végig, hogyha van még befektetni valótok vagy elképzelésetek, akkor én csak olyan dologhoz merem adni a nevem, és adom a nevem, amit végig tudok vinni. Ez a mi oldalunkról, és azért merem is vállalni a felelősséget, amihez már oda merek állni. Azért merem. A megrendelő oldala az egy másik kategória. Azzal én most nem is akarok belemenni, sajnos nagyon sok probléma merül föl ezzel kapcsolatban, már ugye tapasztalatból is mertem már így végig gondolni, hogyha egy nagyobb megrendelés van, akkor a megrendelés csomagnak az első tézise az, hogy akkor leülünk és a megrendelőnek egy gyors, egyhetes pszichoterápiát úgy megelőlegezünk, hogy egyáltalán tudja már, hogy mit várhat el, és hogy az reális legyen. És hogy ne sértődés, meg ne problémát okozzon ez neki. Nagyon-nagyon, pszichésen nagyon szét van cseszve ez a magyarnak nevezett vegyes felvágott társadalom. De ezt meg tudjátok, erről is beszéltem már eleget. Na, majd megy a hivatalos felkérés, vagy
nem is tudom, is meghívó, úgy tudom, lehet, hogy ma kimegy a címlistába szereplőknek, akik meg nem szerepelnek még a píkörös címlistán, azoknak meg majd a videó alá fölírom megint, hogy hol lesz a találkozó, mikor lesz a találkozó, most ugye Debrecen mellett lesz, 3-án, nem is tudom, 10 órát mondtam, 10-11 között, addig csak odaír, aki akar. Na, akkor befejeztem, hallom, hogy ugat a bogi, Verának letelt a műszakja, sabat van, szombat van, tehát patikában most ő jól teljesített. Vége van a műszaknak. Na, szervusztok!